940 munkaóra és 13.583 fotó. Ez a mérleg eddig Löki Viktornak, aki fejébe vette, hogy Debrecen összes utcáját lefényképezi. Nincs könnyű dolga, mert ez nem kevesebb, mint 1851 utcát jelent. Dacolva a számokkal, már a kitűzött cél felét teljesítette. 926 utca minden apró részletét ismeri már. Mindezt egészen pontosan 3 év, 2 hónap és 11 nap alatt érte el. Most a kedvenc utcáját mutatta meg nekünk, amit csak nem 2 éve fedezett fel. Hetente egyszer megyek ki nagyjából fotózni, de akkor még olyan is volt, hogy reggel munka előtt, még hajnalban gyorsan csaptam egy kört, és akkor úgy mentem dolgozni, tehát akkor nagyon megtetszett ez a környék, illetve maga az Oláh Károly utca az azért tetszik, mert olyan különlegesen szokatlan, kicsit atipikus a debreceni többi utcához hasonlítva, mert borzalmasan kanyargós, nagyon szűk, kicsit ilyen, hát én úgy hívom magamba, hogy úgy reflektálok magamba rá, mint egy kis infúziós mediterrán hangulatra. Viktor korábban rengeteget fotózott a városban, később azonban biológus lévén szinte már csak a természetváltozásait örökítette meg. A Streets of Debrecen, vagyis a Debrecen utcái elnevezésű projektjével részben régi élményeit akarta visszakapni. Kamaszkoromban én először találtam rá a fényképezésre, és akkor mentem a városba, és mindent fotóztam, amit láttam, meg folyton kényszeresen komponáltam a fejemben, még hogyha nem volt nálam a fényképező is. Tehát városfotózással indult ez az egész történet, ahhoz képest aztán természetesen felülírták a növények, a természet, és hogy újra rátaláljak a fotózásra, végül is ez volt az elsődleges cél. Emellett persze más is motiválta. PhD hallgatóként vadon élő orchideákat kutatott. A bökkenő csak az volt, hogy más országokban. Így felmerült benne, hogy inkább a helyi flórát vizsgálja. Ez pedig pontosan a nagyszabású programba vágott. Hogyha ott vagyok helyben egy bizonyos témát tekintve, akkor azt tudom a legalaposabban körbejárni, egész egyszerűen azért, mert arra van a legtöbb időm, mert nem kell utazni Kamcsatkára, hogyha én kutatni akarok, vagy fotózni akarok ilyen esetben, mert nyilván ez nem egy tudományos kutatás, de olyan szempontból azért én úgy gondolom, vagy úgy tekintek rá, hogy remélem a végére összeállnak ezek a kis mikromozaikok, és egy ilyen kortörténeti dokumentumként is lehet egy 2000 plusz képes több éven átívelő fotósorozatot értékelni a városról, tehát remélem, hogy ez összejön a végére, és ez végül is a másik célom. A homokkert vadregényes utcái mellett botanikai érdekességeket is rejt. Ez a 4 levelű borsócserje, vagy újas borsócserje más néven, most egy kicsit kevésbé dekoratív állapotában. Egyébként Karagána Frutex a tudományos neve, és egy kultúrreliktum cserje, hát státuszában van gyakorlatilag. Magyarországon ez ugye azt jelenti, hogy ez a keleti, tehát ázsiai sztyeppéken általánosan elterjedt növény, de még valószínűleg évszázadokkal ezelőtt behozták Magyarországra is több másik növénnyel, cserjével, lágyszárúval együtt. Ez a különleges növény csupán néhány utcában, valamint a temetőkben lelhető fel Debrecenben. A biológus emellett más különlegességeket is lencse végre kapott. Az Óvoda utcán fotózta le ezt a növényt, ami a csipkés gyöngyvessző névre hallgat. Ugye ez egy védett növény, védett státuszban van, és úgy gondolták a 2000-es évek elejéig, hogy kipusztult. De először a temetőkben, illetve először egy katonasíron 2000-ben puszta monostor temetőjében megtalálta egy úriember, és utána meg a tematikus temetős kutatásaink során előkerült több temetőből is, tehát több mint 10 temetőből az országban, és ugye erre jött rá még az a növény, amit az Óvoda utcán tavaly talált a kollégám. Néhány száz méterre már is egy másik kedvenc utcájában találja magát a fiatal fotós. Rögtön meg is áll egy ikonikus épület előtt, ami számára felér egy időutazással. Ez a biciklitámasztó, akárcsak az épület, több évtizede őrzi azt a debreceni életérzést, amit a 80-as években tapasztalhattak a helyiek. Emellett a büfé mellett van egy pár 10 méterre gyakorlatilag egy másik komplementer büfé, ami mondjuk már bezárt ilyen 10-15 éve gyakorlatilag, ahogy emlékszem. És hát nekem ez nagyon különleges, hogy egy ilyen kis csendes utcában itt van egy ilyen hely, ami tényleg a régi idők emlékét viseli magán nagyon sok szempontból. Bár természetesen megörökíti az új lakótelepeket is, számára a Bicó István kert, vagy éppen a Bajk András kert az igazi élmény. Na meg persze a homokkert. Ismerjük a homokkerti kapricsó történéseit, hogy milyen szatirikus, bizarr, furcsa történetek estek meg itt az elmúlt évtizedekben meg, de ez az ipari hangulat, ez a kertség keveredik a vasúttal és ezekkel a nagy csövekkel, és tehát valahogy van egy olyan industriál hangulata az egésznek, amihez aztán ráadásul még rájönnek ezek a kis zárványként, kis égkőként gyakorlatilag ezek a büfék, vagy a temetőkápolna, ami
ami szintén a közelben van. Még jó néhány száz utca vár a fotósra. Ez azonban egyáltalán nem riasztja el. Számára ugyanis Debrecen, de mondja el inkább ő. Amellett, hogy az otthonom, amellett, hogy itt nőttem fel, itt jártam egyetemre, az enyém magamnak érzem, most a legfőbb játszóteremet jelenti gyakorlatilag ezzel a fotóprojektet. Tehát egy nagy, gigantikus, organikus játszótér az egész nekem most.